1956. október 23-án egy ország mondott nemet a szovjet mintájú diktatúrára, és juttatta diadalra forradalmát a régi rendet védelmező magyar, valamint a segítségül hívott szovjet csapatok ellen. Országgyűlési képviselő úr, alelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem a jelenlévőket Pest Erzsébet önkormányzata nevében, és külön tisztelettel köszöntöm a megjelentek és valamennyi Pest Erzsébeti nevében az 56-os szövetség megjelent tagjait, különös tekintettel az országos elnökre és helyi elnök úrra. Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel mai rendezvényünket is. Talán nem árt visszaemlékeztetnem a tavalyi esztendőre, amikor a kerekéforduló alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk az ünnepség eseményeire, és szinte egy ünnepség sorozatot tartott Pest Erzsébet önkormányzata kerületi 56-os szövetséggel közösen, és annak motorjával, Somogyvári Géza úrral, vagy inkább sok új ötlet adójával, és ezekből a részletekből a mai rendezvényünkbe is áthoztunk néhányat, amelyek valószínűleg az elkövetkezendő évek során is állomásai lesznek a mindenkori megemlékezésnek, hogy csak egy példát mondjak, egy pillanatra megállunk majd közös sétánk, felvonulásunk során a Róka Rádiónál, illetve az annak emléket állító táblánál, majd a Kossuthiban, a Kossuth Lajos utcában. Ugyanakkor vannak olyan kezdeményezések, amelyek már hosszú évekre tekintenek vissza, ilyen a fiatalok körében most már megszokottnak tekinthető, és azt gondolom kifejezetten népszerű vetélkedőkre, illetve emlékfutásra, amely nem csak a versenyszellemet erősíti bennük a felnövekvő korosztályokban, hanem az emlék megőrzésében, sőt a múlt megismerésében is komoly és jelentős szerepet játszanak. Szintén a kerületi 56-os szövetség kezdeményezésére, Géza barátunk ötletére valósultak ezek az elképzelések meg, és lettek most már állandó rendezvényei a Pest Erzsébeti 56-os megemlékezéseknek. De hogyha csak a megemlékezés helyszínére gondolnak különösen azok, és talán ez a itt lévő fiataloknak, akik ugye évről évre cserélődnek nagyobb részt, ha csak a helyszíne visszagondolnak, akkor az első emlékművünk szinte közadakozásból valósult meg annak idején, és egy kopjafa volt az, amely felállításra került, majd az önkormányzat közreműködésével vált olyanná, amilyen előtt most is tisztelgünk itt közösen. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig van egy kis építkezés, mind a visszaemlékezés, a megemlékezések az ünnep tartalmi részében, mind az egyéb körülményekben és külsőségekben. De ami fontos és állandó, az az a fajta tiszteletadás és az a fajta őszinte barátság, ami kialakul fiatalok és az 56-os szövetség jelenlegi itt lévő és egyébként egyéb rendezvényeken is megjelenő tagjai között. Az az információ áramlás, az a tapasztalat átadás, amelyre igen-igen szükségünk van. És ezért járt külön köszöntés és köszönet, hogy itt vagytok, hogy elfogadjátok évről évre az önkormányzat rendezvényére szóló meghívást, és segítetek nekünk, segítetek a fiataloknak közösen, tisztelettel visszaemlékezni azokra a legendás napokra, amikor ti voltatok ilyen ifjúak, fiatalok és lelkesek. Reméljük, hogy ez a közös generációk közötti kapcsolat előre visz minket, és segíti, hogy az akkori gondolatokat, az akkori elképzeléseket beteljesítsük,
és közösen együtt valóra váltsuk. Engedjék meg, hogy én ezekkel a szavakkal köszöntsem a jelenlévőket, és köszöntsem az ünnepet önkormányzatunk és annak képviselőtestülete nevében. Tisztelt alelnök úr, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! 1956. október 23-án egy ország mondott nemet a szovjet mintájú diktatúrára, és juttatta diadalra forradalmát a régi rendet védelmező magyar, valamint a segítségül hívott szovjet csapatok ellen. A forradalom október 28-i győzelme után hitet tett a független, polgári demokratikus, semleges Magyarország mellett, és elérte a szovjet csapatok egyelőre csak Budapestről történő kivonását. November 4-én a szovjet csapatok és volt államvédelmista csatlósaik ellen felvette a katonai értelemben reménytelen harcot. A vereség után pedig elviselte az évekig dúló megtorlásokat. Pest Erzsébet az 1956-ban egységes 20. kerület nélkül nem lehet hitelesen megírni a forradalom és szabadságharc történetének döntő eseményeit. A forradalom első budapesti halottjának, Vizi Jánost, a Pest Erzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium érettségire készülő tanulót tartják, akit a rádió előtt sebeztek halálra. A szabadságharcban Budapesten utolsóként a Pest Erzsébeti nemzetőrök szüntették be a harcot november 11-én. A forradalom és a szabadságharc országos jelentőségű emlékhelye a Jutadomb. A forradalomé azért, mert a sok vért követelő atragyári küzdelmek, majd a kiskuhalasi lövészezreddel megvívott október 26-i harcok itt folytak le. A szabadságharcé azért, mert a szovjet intervenciósok és magyar csatlósaik ellen a Magyar Honvédség, valamint a nemzetőrök és a fegyvert ragadó polgári lakosok egyetlen közös győzelme itt, a Jutadomnál született meg. A megtorlások története sem írható le Pest Erzsébet, illetve a Jutadom nélkül, hiszen ezekért a harcokért több mint 100 sorkatonát, tisztet, nemzetőrt fogtak perbe, ítéltek akár évtizedet is meghaladó börtönbüntetésre, olykor halálra. Hatragyár, Jutadomb, Főutcai Hadbíróság. Néhány mondatot fűznék mindhárom helyhez. Hatragyár. A forradalmat az első napokban a hatalom minden lehetséges eszközzel vérbe akarta folytani. A politikusok kikapcsolásával szovjet és magyar katonai vezetők szóban megegyeztek fegyveres erő alkalmazásában. Másnap a Kossuth téren megtörtént az első tömegmészárlás, 61 beazonosított és számtalan be nem azonosított halottal. Október 26-án több vidéki városban, például Moson-Magyaróvárot, Esztergomban dördültek sortüzek, és okozták 100-nál több békés, fegyvertelen felvonuló, közöttük számos nő és gyerek halálát. A Korvin közé és a Kilián laktanya megostromlására rendelték Budapestre a kiskuhallasi lövészezredet. A Pest Erzsébetiek örök dicsősége, hogy fegyvert ragadva időt, haladékot biztosítottak a forradalom központi kerületeinek. A férfiak mellé ipari tanulók álltak, akik jószerivel először fogtak kezükbe puskát. A lövészezred 3 kiképzett és jól felszerelt zászlóalját nem győzhették le, de több órára feltartóztatták azokat. Miután a sortüzek nem hoztak eredményt, a hatalom meghátrált. Október 27-én már nem került sor a kiskuhalasiak bevetésére, 28-án pedig győzött a forradalom. Az Atragyár és a Jutadom körzetében vívott harc ehhez járult hozzá. Jutadomb. Itt november 2-án és 3-án Mecséri János ezredes, esztergomi 7. gépesített hadosztálya páncélelhárító körletet alakított ki. Csatlakozott a kiskumajsai lövészezred egy szakasza, valamint a pest-lőrinci honi légvédelmi tüzérezred 4 közepes lövege. A páncélelhárító körlet parancsnoka Klíbert László százados volt. November 4-én hajnalban tisztek és katonák hallották a szállásukon Nagy Imre rádiószózatát.
Nem volt azonban semmiféle összeköttetés parancsnokaikkal, magukra maradtak. A jutadombiak az utolsó érvényes parancsot teljesítették, a körlethez érkező szovjet alakulatokat fel kell szólítani, hogy forduljanak vissza, de ha ez eredménytelen, és ha lőnek rájuk, fegyverrel kell viszonozni a tüzet, és meg kell akadályozni tovább haladásukat. Egymás után két szovjet medetoszlop érkezett a nem várt irányból Pest felől. Az esztergomi és pestlőrinci közepes lövegek olyan csapást mértek rájuk, mint az októberi napokban a Korvin köziek. Égő harckocsik, szétlőtt sorozatvetők, kilőtt teherautó, elesett szovjet katonák és volt ávósok borították a papírgyártól a jéggyárig terjedő útszakaszt. Mindkét szovjet oszlop úgy hagyta el a harcteret, hogy nem fordult szembe a jutadombiakkal, meg sem kísérelte a sebesültek, menekülők mentését, a sérült harci technika elvontatását. Bizonyíthatóan elesett legalább 23 szovjet katona, valamint legalább 5 volt államvédelmista. A jutadombiak oldalán egy fő megsebesült, de egyetlen katona vagy nemzetőr sem esett el. Győzelmet arattak. Főutca 6 bíróság. Az egyik szigorúan titkos katonai dokumentum hangsúlyozta, az esztergomi volt a magyar néphadsereg egyetlen alakulata, amelyik tisztjeivel az élén szembefordult a szovjet csapatokkal. Azt még a legszigorúbb titoktartás ellenére sem írták le, hogy a jutadombiak győzelmet arattak. A harc részleteinek a felderítésére csaknem egy évig tartó titkos nyomozást és hálózati felderítést alkalmaztak. A letartóztatottakkal szemben az akkori jogszabályokat is súlyosan sértő testi-lelki kényszert alkalmaztak, a vallomások egy részét bizonyíthatóan meghamisították. A rendes bíróságot kihagyva, a hadbíróság külön tanácsa gyorsított eljárásban folytatta le a megtorlások időszakának legnagyobb szabású hadbírósági perét a jutadom esztergomi katonái ellen. A hadosztály parancsnokáról, Mecséri Jánosról elnevezett perben a hadbíróság 52 tisztet és katonát ítélt el, közülük 7-et kivégeztek. 3 esztergomi sorkatona csak 1970-ben szabadult. A jutadombi harcokért a nemzetőrök közül is sokan kerültek börtönbe, és töltöttek ott hónapokat, de inkább éveket. A megtorlások ellenére Pesterzsébeten is voltak, akik a szabadságharc leverése után fenntartották a reményt az újrakezdésre, a lyukas zászló újbóli felemelésére. Készek voltak arra is, hogy a harcot újrakezdjék 1957-ben, jelszavuk márciusban újrakezdjük, Muk volt. A forradalom és a szabadságharc pesterzsébeti áldozata 101 fő. Harcban elesett közülük 89 fő. Ezek közül 18 év alatti 23 fiú és lány, minden negyedik elesett gyerekkorú volt. Hajtsuk meg fejünket előttük, és mindazok előtt, akik már nincsenek közöttünk. Akik itt vannak, velünk 56-osok, azoknak köszönjük, hogy tovább tudják adni azt a szellemiséget, amiért 1956-ban harcoltak. Isten adjon nekik jó egészséget! Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe, nem a bó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Ne csinálj magadnak faragott képet! Mi nem csináltuk, de csináltak mások, ám jöttek az ifjú óriások.
A 100 éves Csili Művelődési Központban interaktív színházi előadással egybekötött rendhagyó sajtótájékoztatóra került sor. Az eseményen a következő egy év programjait villantották fel 11 képen keresztül. A Pest Erzsébet életében egyedülálló közösségi, művészeti projektsorozat bemutatásakor a sajtó képviselői és a meghívott vendégek tájékoztatást, hangulatképeket, igazi élményeket kaptak az elkövetkezendő egy év történéseiből. Megismerhették a Pest Erzsébeti emberek életét és Pesti Erzsit, akin keresztül előtérbe kerültek napjaink nőket érintő társadalmi kérdései is. A centenáriumi programsorozatot Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntötte elsőként. Számos város épülése vagy újjáélevése, így Budapest és Budapest számos kerülete is az 1900-as évek első felében a kultúra nyomvonalán történt meg újjáépítésként. Az ő időszakuk erre tehető. Ezekben a pezsgő évtizedekben jött létre a főváros számos olyan épülete, emblematikus háza, amely ma is az ország kulturális infrastruktúra hálózatának gerincéhez tartozik. Ebből a korból ránk maradt hagyaték, a századfordulós, annak számítható Pest Erzsébeti városháza, vagy a megújult hullámcsónakház is, amely a most kezdődő Pest Erzsébet 100 éves múltját köszöntő programsorozat egyik impozáns helyszínéül is szolgál. A települési kultúrházak országos hálózata egy másik kategóriát képvisel ezen épületek sorában. A helyi kulturális történéseknek, találkozásoknak helyt adó épület, ritkán építészeti érték, ilyen is van közöttük. Többségük értéke maga a szellemiség, amit a kultúrház évtizedes évszázados távlatban képvisel. Az egyik legjelentősebb ilyen központ Pest Erzsébeti Csili Művelődési Központ, amely több emberöltő óta éppen 100 esztendeje képviseli Pest Erzsébet kulturális közösségét, kulturális cselekvéseit és kíséri történéseit helyszínként. A Csili ezáltal Budapest és az ország kulturális infrastruktúrájának jelentős emblémájává vált a 100 esztendő alatt. 3,5 évvel ezelőtt a kultúráért felelős államtitkárságon azt a célt tűztük ki mi is magunk elé, hogy minél több emberhez, minél több magyar állampolgárhoz juttassuk el az igényes kultúrát, a művelődés, a közművelődés lehetőségét. Gondolkodásunkat hosszú távú jobbító szándék vezérelte. Feltételezésünk és szakembereink mérései szerint is a kulturális találkozási pontok megerősítik a közösségeket, az erős közösségben élők boldogabbak, teljesebb életet élhetnek, a kultúra iránti igény növekedése pedig a felső társadalmi rétegekbe lépés előtt nyithatja meg a kapukat. A közművelődés területének olyannyira kiemelkedő szerepet szántunk az EMMI-ben, hogy első helyettes államtitkárom Závodján Magdolna kolléganőm is erről a szakterületről érkezett, elhivatottan képviselve az Országos Kultúrház hálózat felújításának, újranyitásának szükségességét. Különféle pályázataink, programjaink által jelentős összegeket fordítottunk erre a célra, és az eredmény első lépésben ezeknek a közösségeknek az újjáélesztése, új programok, rendezvények, fesztiválok és találkozók létrejötte, kézzel foghatóvá vált. Főleg a fővárostól távol a felső vidékeken. Ma és mától egy éven át tartó változatos programsorozattal ennek a nagy hálózatnak alig, hanem az egyik legnagyobb múltra visszatekintő és legerőteljesebb fővárosi intézményét ünnepeljük. A generációkra visszanyúló emlékeken, valószínűleg vidám történeteken túl, a Csili Művelődési Ház társadalmi emlékeken, társadalmi küldetése is jelentősnek mondható országos viszonylatban is. Hiszen itt kovácsolódnak össze közösségé, a Pest Erzsébet életében résztvevő aktív polgárok. Itt találnak otthonra a helyi kezdeményezések, valamint a helyiek kulturális igényeinek megfelelő előadások. Ide érkeznek meg
kerület művész vendégei is. A kulturális kormányzat most és mindenkor feladatának kell, hogy tekintse a közművelés Csilihez hasonló emblematikus helyszíneinek támogatását, segítését. Szívből gratulálok a Csilit szívében őrző és kulturális központ szerepében ilyen hosszú ideje megtartó Pest-Erzsébeti közösségnek, a helyi önkormányzatnak. Zárójeles megjegyzésként említem meg, hogy áldott emlékezetű apai nagymamám itt a Fás utcában, Erzsébeten lakott, itt élt évtizedekig, amikor látogatóba jöttünk, itt látogattuk meg őt, így van személyes kötődésem is kicsit ehhez a kerülethez. A következő esztendőre pedig azt kívánom, hogy az ünnepségsorozat kínáljon alkalmat az ország más részein élők számára, hogy példaként tekintve a Csili Művelődési Házra minél több régióban legyenek képesek megteremteni a saját kulturális közösségeiket, amelyek hosszú távon megmaradásukat, jól létüket, felemelkedésüket is segíthetik majd. Szép ünneplést kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha valaki netán azt gondolja néhány lépés alapján, hogy kezdő táncos vagyok, akkor az téved. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 50 évvel ezelőtt az első öltönyös tánclépéseimet ebben a nagy teremben tettem meg, éppen egy szalagolható bál keretében. Mint ahogy tették ezt meg nagyon sokan, középiskolások közül az elmúlt években, évtizedekben, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Csili az egy összetartó erő, egy közösséget építő, egy közösséget teremtő létesítmény volt, és ahogy államtitkár úr is elmondta, a szellemisége, amely Pest-Erzsébeten komoly hatással van a felnövekvő generációkra. A 100 éves évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy Pest-Erzsébet külső kerülete, amely komoly belső értékekkel rendelkezik, a 100 éves évforduló során bemutatkozzék túl a Csili teljesítményén, tudásán és múltján, ehhez kapcsolódóan megismerhetnek olyan helyeket és helyszíneket az ide látogatók, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyre azt gondolom a főváros is büszke lehet. Hadd említsem a Kossuthi, a Szent Erzsébet templommal, tengelyében, vagy hogy egy kicsit a jövőről is beszéljek, az a hidat, amelyet megépíthetünk az elkövetkezendő esztendőben, amely összeköti a Dunapartot és a Sétáló utcánkat. Az elmúlt évek során, akár mondhatom az elmúlt 50 év során, komoly fejlődésnek néztünk elébe, és ennek a fejlődésnek az megtörtént eseményeknek és eredményeknek közösen örülhetünk, amely munkában komoly szerepet játszott a Csili Művelődési Központ. Én azt remélem és azt kívánom, hogy az a fajta együttműködés, amely sikerre vezetett bennünket az elmúlt évtizedekben, az jellemezze a következő esztendőket is, hát akár a következő 100 évet is.
miben 100 esztendővel ezelőtt nagyjából itt, ahol most állunk, az erzsébeti vasasok megvásároltak egy kis házat, nekiálltak átalakítani, bővíteni egy kicsit, és néhány hónapra rá, 1918. március 2-án megnyitották a Csilla utcai vasas munkásotthont, melyet rövidesen csak Csiliként becéztek. Az utca neve rövidesen megváltozott, hiszen első közmegbecsülésnek örvendő főjegyzőnk Nagy Győri Istvánról nevezték el, de a Csill név tovább megmaradt. Bennünket is sokféleképpen neveztek, voltunk csak ott simán otthon, voltunk munkásotthon, művelődési otthon, kultúrotthon, voltunk kultúrház, kulturális központ, sőt egy ideig 20. kerületi művelődési otthonok igazgatósága néven szerepeltünk a regiszterben. Az eltelt 100 év során az épület is sokat változott. Bővítették folyamatosan, vásároltak hozzá telket, épült új szárny, a II. Világháborúban lebombázták, aztán újjáépítették, és az elmúlt 10 évtized alatt sok millióan fordultak meg itt ebben a házban, sok ezer program zajlott le, és sok száz közösség talált igazi otthonra a falak között. Most az elkövetkezendő hónapokban egy olyan rendezvénysorozatot szeretnénk elindítani, amely egy kicsit másképpen szól a Csilliről, a világról, a művelődésről, mint eddig megszoktuk. Kitaláltunk egy hölgyfigurát, Pesti Erzsi, hát Pest Erzsébet nem mi legyen, Pesti Erzsi, aki végig kíséri ezt a rendezvénysorozatot, kicsit a múltba gyökerezve, a jelennek szólva és a jövőbe tekintve. Mi nem csak egy művelődési házat szeretnénk ünnepelni, hanem az azt körülvevő és azt éltető közösséget, Pest Erzsébetet. A beszédeket követően ízelítőt kaphattunk a Kult Barkasz, a Száz hang meséje Pesti Erzsiről, a Rock Maraton vagy éppen a Selyem Akvárium fedőnevet viselő programokból. De ezek mellett még az idén decemberben bemutatásra kerülő Operett Gálába is rendhagyó módon nyerhettünk betekintést. Az imént hallott gyönyörű szopránhang egy Pest Erzsébeti lakoshoz, Újhelyi Andreához köthető. Az énekművész Mozart requiemjéből énekelt egy részletet. Nem véletlenül. A részletekről Andi mesélt. Mozart requiemről beszélünk, ami itt lesz októberben a Pest Erzsébeti nagy templomban. Ez egy, hát egy nagyon nagy álom számomra. Amikor Mozart egyébként is az egyik kedvenc zeneszerzőm, hát ez a requiem meg egy csoda, úgy gondolom. Amikor először hallottam ezt a művet, akkor hát igazából rögtön beleszerettem, és azt éreztem, hogy nekem ezt egyszer, legalább egyszer muszáj elénekelnem. És utána jött az ötlet, hogy akkor miért ne csinálhatnánk meg itt Pest Erzsébeten. És
nagyon sok támogatást kaptam hozzá. Az önkormányzattól, a Csili Művelődési Központtól, számos kisebb cégtől, vállalkozástól. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm számomra, hogy itt Pesterzsébeten valósulhat ez meg. Ugye én itt nőttem fel, és hát 10 éves korom óta benne vagyok a kulturális életben. Nagyon sok rendezvényen léptem fel, úgyhogy ez így nagyon jó. A szólisták lesznek Wiedemann Bernadett, a Lisztdíjas opera énekes, a Magyar Állami Operaház vezető mezzoszólistája, Alagi János tenorista, Pataki Bence basszista, és én leszek a szoprán szólista. Ezen kívül a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, Páfi Krisztina karnaggyal, a Kispesti Vegyeskar, illetve a Műszaki Egyetem szimfonikus zenekara és Erdélyi Dániel vezényletével. A próbák főleg az utolsó héten lesznek, az összpróbák. A zenekar már egyébként próbál, meg a két énekkar is. Úgyhogy ők külön-külön, mindenki a saját helyszínén, és akkor az utolsó héten lesz több összpróba, amikor igazából összeáll a mű, illetve a templomban is tervezünk egy ilyen beálló próbát. Az akusztikájáról a templomnak beszéljünk még egy picit, hogy terjed itt benne a hang, és hányan élvezhetik majd ezt a koncertet? Remélem, hogy nagyon jól terjed. Ilyen művet még nem énekeltem itt, esküvőkön, illetve ilyen kisebb egyházi rendezvényeken énekeltem, akkor nagyon nagy élmény volt, de szerintem ekkora kórussal, zenekarral ez egy csodálatos élmény lesz. Hát bárki jöhet, és szerintem ahányan csak beférünk ide a templomba, a rendezvény egyébként ingyenes lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Andiék ezzel az eseménnyel szeretnének hagyományt teremteni a kerületben, ezzel együtt minden évben egy nagyszabású koncertet szervezni. Az első alkalomra tehát idén október 28-án este 7:30-kor kerül sor a Pesterzsébeti Szent Erzsébet templomban. Közel 400 szépkorút köszöntöttek a Csiliben működő Dunanyugdíjas Szervezet idősek napi rendezvényén. Az alkalmon résztvevőket Smuk Andor köszöntötte, és egyben invitálta őket programokra is. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenki. Néhány meglepetésre készültünk. Az első meglepetés, hogy nem leszek hosszabb, mint 3 perc. Az utolsó meglepetés pedig egy kiváló zenekart hoztam. Ők fognak nektek zenélni. Nagyon izgulnak. Eddig mögöttük talán van 1000 a fellépés, tehát teljesen szokatlan számukra a színpad. Én mondtam, hogy megértő, műértő közönséget fognak kapni. Nagyon szeressétek őket, ők ugyanezzel a szeretettel jöttek. Úszka nem messziről, mert egy 600 kilométert levezettek gyorsan, hogy ide jöjjenek hozzátok. Egy nagyon csodálatos ifjú hölgy, és két még csodálatosabb fiatal ember fog benneteket szórakoztatni. Örökzöld melódiák, még inkább kellemes nóták. És még egy nagyon jó hír van, hogy biztos, hogy nem én fogok énekelni. Végezetül, de nem utolsó sorban. Mindenkinek minden jót kívánok. Hoztunk ilyen ajándékokat a tombolára. Az a lényeg, ami a legfontosabb, hogy senki se hagyja magát egyedül. Tehát csoportosuljatok, szerveződjetek, érezzétek nagyon jól magatokat. Mi próbálunk minél több programot tenni, és jókáig is ugyanezt próbálják. Mert azt gondolom, hogy a legnagyobb ellenségünk, bármennyire is furcsa, az nem a körzeti orvos, még nem is a nyugdíjas, a nyugdíj, az ellenség nem tud lenni, mert barát semmiképpen se, hanem maga a magány. És ezért mondtam azt is, hogy ha erre a koncertre meghívnátok valakiket, akikről tudjátok, hogy egyébként nem nagyon mozdulnak ki, de ez a délután 4 óra pont ilyen baráti időpont, akkor szervezzétek össze magatokat, és holnap vagy holnap után el lehet jönni, és meg lehet kapni ezeket a jegyeket. A szépkorúakat az önkormányzat részéről Nemes László alpolgármester is köszöntötte. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye mi tagtársak vagyunk, mert hiszen a Duna Egyesületnek én is tagja vagyok. Tehát szokás szerint a klub délutánakon is szoktuk egymást köszönteni. Most az önkormányzat részéről az önkormányzat és a képviselőtestület nevében is szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom, hogy a mai este
a mai délután és a mai este az jól teljen. Régi ismerősökkel találkoztok, színvonalas műsorban lesz részletek, még talán valami ennivaló is kerül, hogyha nem zárul a konyha. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, érezzétek jól. A beszédeket követően a Pesterzsébeti Dunások a tisztelettársaság tagjai fergeteges hangulatban ünnepelhették a szépkorúak napját. Mindebben segítségükre volt a háromtagú Royal Team csapata, akik saját dalokkal és örökzöld slágerekkel örvendeztették meg az ünnepségen résztvevőket. Engedjék meg, hogy kívánjunk nagyon-nagyon sok jó egészséget, boldogságot az idősek világnapja alkalmából, hiszen ezt ünnepeljük. Jövök közelebb, hogy lássak azért mindenki. Szóval szeretnénk kívánni jó egészséget, hosszú életet még erőben, kitartásban, és bízunk abban, hogy még valamikor a jövőben összefutunk valahol és találkozunk. Mi saját dalokat hoztunk, és feldolgozásokat, fogják ismerni a feldolgozásokat mindenképpen. A saját dalokat majd meglátjuk, aki ismeri, az énekelje majd velünk együtt. Mi kívánunk mindenkinek jó szórakozást, bízunk abban, hogy egy csodálatos egy órát fogunk eltölteni egymás társaságában. Életem az mindig nagyon jó. Ez az élet csak nekem való. Kedvemre mulathatom, boldogok, boldogok. A jó szexot mindig annak való. Országunk bőleti
Egészséges Budapest program néven indul egészségügyi fejlesztési program a fővárosban és Pest megyében az idén 40 milliárd forintos keretösszeggel. A közelmúltban elhangzott bejelentést követően az egyes fejlesztésekről külön is tartottak tájékoztatót. Az összeállításban a Jan Ferenc kórházban tartott tájékoztatóból láthatnak részleteket. A Jan Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet közel 400 ezer lakos egészségügyi ellátását biztosítja sok szakterületen. Egyes szakmákban több mint 1 millió fő részére kell hármas progresszivitási szinten rendelkezésre állnunk. Ezzel nem csak a központi régióban, de országosan is a legnagyobb ellátási területtel rendelkező kórházak közé tartozunk. Ellátási területünkhöz tartozik Csepel, Pest-Szentlőrincs, Pest-Szentimre, Pest-Erzsébet és Soroksár mellett Pest megye délkeleti része, a Dabasi, a Gyáli és a Becsési járás. A kórház 4 telephelyen működik, 1700 dolgozóval. 26 osztálya 1278 ágyon biztosít ellátást a rászorulóknak. Évente 45 ezer fekvőbeteget gyógyítunk. Ambulanciáink és járóbeteg szakrendeléseink heti 2900 szakorvosi órában működnek, évi 1 millió járóbeteg ellátási esemény történik. A Délpesti Kórház a fővárosi kórházak között viszonylag fiatalnak számít, azonban az elmúlt évtizedekben nagyon kevés forrás jutott az infrastruktúra és a műszerpark szinten tartására, fejlesztésére. A legutóbbi 4 évben azonban változás történt, és kormányzati, uniós és önkormányzati források révén kórházunk új fejlődési szakaszba lépett. A csepeli Weiss-Manfred telephelyünkön 2 épület és Pest-Erzsébeti rendelőnk épület együttese 150-150 millió forintból újulhatott meg. Az épületek korszerű nyílászárókat és új hőszigetelést kaptak. A beruházások révén nem csak energiatakarékosabb, hanem komfortosabb, megszépült környezet fogadja betegeinket és dolgozóinkat. Az idei évben hasonló tartalommal megtörtént a nővérszálló energetikai korszerűsítése. Bízunk benne, hogy hamarosan a belső tér modernizálása is elkezdődhet. Az egészségügyi ellátás színvonalát alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás eszközpark. Költségvetési és uniós források, valamint önkormányzati támogatások révén a közelmúltban több nagyértékű műszer beszerzését valósítottuk meg. Digitális röntgenek és mammográf új ultrahangok teszik lehetővé a korszerű képalkotó diagnosztikát. Az országban először és sokáig egyedülként nálunk operálhattak az urológusok háromdimenziós laparoszkópos toronnyal. Idén januártól gastroenterológusaink olyan modern endoszkópos ultrahanggal dolgozhatnak, ami csak kevés centrumban elérhető. A fővárosban rajtunk kívül mindössze 4 helyen van izotóp diagnosztika. Részlegünk a közelmúltban kapott új pajzsmirigy vizsgálatra alkalmas gammakamerát. A folyamatos 24 órás sebészeti ügyeleti rend bevezetése kapcsán a központi műtőbe új laparoszkópos tornyot és eszközrendszert vásároltunk. A kórház igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni. Jelenleg is folyamatban van 3 telephelyünkön napelempark telepítése uniós forrás terhére, ezen túlmenően pályázatot nyújtottunk be betegbiztonság javítására, egészségfejlesztési iroda indítására, humán erőforrás fejlesztésre, valamint további épületenergetikai beruházásokra. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és fejlődik napjainkban is. A Délpesti Kórház építésekor még nem volt digitális képalkotás és képtovábbítás, nem volt CT és MRI, nem volt ilyen elterjedt és magas színvonalú az ultrahangdiagnosztika. Új műtéti módszerek, minimál invazív technikák terjedtek el, laparoszkópos, háromdimenziós laparoszkópos, különféle endoszkópos eljárások, a műtétek egy részét operációs mikroszkóp segítségével végezzük, és kopogtat a robotsebészet is. Egyre inkább teret követel magának az egynapos sebészet. Bizonyos ellátásokat centrumokba szervezünk. Az eltelt évtizedek alatt meghonosodott hazánkban a sürgősségi ellátás, ehhez új betegutak, ellátási események és nehézségek kapcsolódnak. A járóbeteg ellátás szerepe felértékelődött. És természetesen megváltozott a betegek elvárása, hozzáállása, komfortigénye és tájékozódási lehetősége. A fejlődés lépcsőit sokáig lehetne sorolni. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt évtizedekben, és mi minden értelemben kinőttük és meghaladtuk a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát és lehetőségeket.
Az elmúlt időszakban közös munkával kidolgozott fejlesztési program megvalósítására a kórház dolgozói készen állnak. Biztos vagyok benne, hogy az Egészséges Budapest program révén új lehetőségek tárulnak fel előttünk, és a Ján Ferenc Délpesti Kórház az elkövetkező évtizedekben is meghatározó szerepet fog játszani a régió egészségügyi ellátásában. Az én dolgom a mai rendezvényen az, hogy ugyan hallhatták, hogy mennyi minden fejlesztés történt eddig is a kórházban, azonban arról a lépésváltásról kell, hogy beszámoljak, ami lehetővé teszi azt, hogy mindez felgyorsuljon. Tudniuk kell, hogy az előző uniós ciklusban több mint 500 milliárd forintnyi fejlesztés történt vidéken különösen, hiszen az uniós logika nem engedte azt nekünk meg, hogy a budapesti intézményekben nagyobb léptékű javulás történhessen. A következő ciklusban pedig a betegbiztonság az elsődlegesen támogatandó célterület. Azonban azért, hogy a budapesti lakosság is ugyanazzal a színvonalra találkozhasson a kórházakban, ami egyébként már vidéken is megtalálható, a magyar kormánynak saját költségvetésből kell az itteni intézményrendszer felújításáról gondoskodnia. A teljes beruházási csomag az több mint 700 milliárd forintra becsülhető, azonban a végső számokat akkor lehet majd igazán pontosan megmondani, hogyha a kiviteli tervek után az első indikatív állatokat meg lehet majd látni. A magyar kormány eddig konkrétan 70 milliárd forintról hozott már döntést. Ennek kapcsán eszközök és a különböző intézményeknek a tervezési munkái tudnak elkezdődni, valamint KEHOB-ból ez ugye 11 milliárd forintos forrás tud néhány intézmény szigetelése elkészülni. Arról tudom önöket tájékoztatni, hogy Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztési programja indul el ebben az esztendőben. Ahogy elhangzott, a kormány a döntést meghozta, és ennek megfelelően lépésről lépésre fogunk előre haladni ezen az úton. Érdemes azonban talán emlékeztetnem a tisztelt jelenlévőket arra, hogy 2010 óta 500 milliárd forintot fordított a kormány a vidéki egészségügyi intézményhálózat fejlesztésére. 2026-ig a tervek szerint 700 milliárd forint jut a fővárosra és az agglomerációra. Hallottuk, hogy 40 milliárd forint az első körben az Egészséges Budapest programra, hogy ezt lehet elkölteni ebben az évben, illetve jövőre, és ebből jelentős összeg jut a délpestieknek is. Ide a Ján Ferenc kórházba, amely Soroksár és Csepel ellátásáért is felelős, ide első körben 3 milliárd forint fog érkezni. Ebbe korszerű műszerek beszerzése, épületfelújítás és a meglévő telephelyeknek a felújításának a tervezése fér egyelőre bele. A következő program, az pedig, amiről ön beszélt, az meg már 800 milliárdot fog össze körülbelül, és abból a délpesti régióba, beleszámítva az új centrumnak a kialakítását is, amely a Szent István és Szent László Egyesített Kórház új telephelyét és teljes környezetének teljes szakmai és teljes tudományos megújítását célozza. Ebbe több mint 200 milliárd forintot fog fordítani a kormányzat. Most aki támogatta a költségvetést, az támogatta ezt a munkát, aki nem támogatta, nem szavazta meg a költségvetést, az pedig nem. Azt gondolom, az rosszul tette, mert a budapestiek, köztük a csepeliek és a soroksáriak kiböjtölték ezt az időszakot, hiszen az elmúlt 7 év fejlesztései, amire már a kormány 500 milliárdot fordított, ezek nem érintették Budapestet. Mert az Európai Unió Budapestnek az egészségügyi fejlesztését egyetlen egy fillérrel, vagy hogyha az Európai Unió pénzéhez ragaszkodnánk, akkor egyetlen egy centtel sem tudta támogatni. Ezért kell ezt teljes egészében magyar kormányzati pénzekből megoldanunk, de most eljött ez az idő, hiszen az ország gazdaságilag olyan helyzetben van, hogy ezt a nagy összeget lehet fordítani Budapest, benne egyébként a délpesti régió egészségügyi fejlesztésére is. Kedvező helyzetben van az a politikus,
aki ott is lakik, ahol politizál. Nem csak a politikus, hanem minden egyes pesterzsébeti a mai napon egy örömhírrel gazdagodhat, hiszen az a kórház, mert Jan Ferenc Délpesti Kórháznak hívunk, amely egy ikonikus épülete a kerületnek, az elkövetkezendő időszakban, az elkövetkezendő 10 évben egy nagyon komoly változáson fog keresztül menni, és ennek az első pillérei már idén elkezdődnek, hiszen 1,3 milliárd forint értékben diagnosztika és terápiás gépeknek a beszerzése fog megindulni, valamint 1,7 milliárd forintot különített el a kormányzat az új műtéti diagnosztikai tömbnek a fejlesztésére, és nem sokára a pesterzsébetiek láthatják, hogy ennek a főépületnek, amely itt van mögöttem, szintén egy új külsőt fog kapni, hiszen a KEO pályázatban egy megújuló energetikai fejlesztés keretében teljesen meg fog újulni ez a főépület, amely itt mögöttem található. Én úgy gondolom, hogy az a fejlesztési program, amely most elindult nem csak itt Pesterzsébeten, hanem Budapesten, az nagyon fontos, hiszen az elkövetkező időszakban a magyar kormány 700 milliárd forintot fog arra fordítani, hogy a budapesti kórházakat fejlesztse, 3 centrumot fog létrehozni. Bár Pest-Lőrinc és Pest-Imrén nincs saját kórház, mégis kedvezményezettjei lesznek a lőrinci imrei lakók a Jan Ferenc kórháznak. Így igaz, már csak azért is, mert tudjuk nagyon, hogy a Jan Ferenc kórházhoz nagyságrendileg közel 400 ezer ember tartozik, ennyi személynek az ellátását kell, hogy biztosítsa, és a 80-as évekbeli átadási időszaktól bizony hosszú idő telt el, és az idő vasfoga nem kímélte ezt az épületet sem, és a berendezéseit sem. A sajnálatos, hogy korábban, még elődeink idején nem történtek egyébként komoly intézkedések, beavatkozások annak érdekében, hogy az állag megóvás rendben legyen, hogy az eszközparkot frissíteni, bővíteni lehessen. És hát a személyzet, az orvosellátás, szakellátottság szempontjából is bizony-bizony sok-sok negatív tapasztalat volt. Ez a múlt. Most viszont eljutott odáig a dolog, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a fővárosban is, folytatva az országos programot egyébként, egy nagyon komoly, talán minden idők legnagyobb kórházfejlesztési programja tud elindulni. Ez egy évtized alatt nagyjából 700 milliárd forintot jelent, még elképzelni is nehéz ezt az összeget. De számunkra, délpestiek számára különösen fontos az, hogy itt a délpesti régióban is ez nagyon komoly fejlesztéseket rejt magában. Egészen pontosan a Szent István és Szent László kórház, ami centrumkórházként fog majd működni, ott egy több mint 180 milliárdos fejlesztés valósul meg ebben a következő egy évtizedben ütemezett módon természetesen. A centrumkórháznak ugye az a lényege, hogy ott majd a nap 24 órájában a hét, mind a hét napján minden szakterületen helyben elérhető az ellátás, tehát nem kell ide-oda küldözgetni majd a pácienseket. Visszatérve, ugye a délpesti régióban, a Bajcsiban is valósul megfejlesztés, ott közel 7-es milliárd forint értékben, és nagy öröm számunkra, és igény is volt rá, tudjuk nagyon jól, hogy itt a délpesti Jan Ferenc kórházban is fejlesztésre sor kerül még hozzá, 30 milliárd forintos nagyságrendben. Ha nekem irigyeim lennének azért, mert egy olyan kórház főigazgatója vagyok, ahol ilyen már elmúlt beruházások, illetve ilyen beruházások lesznek a közeljövőben, én vállalnám. Ez a szép része, rengeteg munka van mögötte. 2013-ban elkezdtük a kórház fejlesztési tervét összerakni. Már akkor megjelent a szakma részéről egy igény, hogy egy új műtéti és diagnosztikai tömb kerüljön kialakításra. Ez a kórház motorja, a legfontosabb része a high-tech eszközök, a műtő, a képalkodó diagnosztika, az intenzív osztály, ezek elavulóban vannak jelenleg. Nagyon sokat dolgoztunk, és hát az Egészséges Budapest program során, az egyeztetések során sikerült az elképzeléseinket elfogadtatni, és ennek keretében kidolgozni azokat a terveket, amiknek a megvalósítása előtt állunk reményeink szerint.